Stand-up comedy és bűvészet egyben, ráadásul mindez egy női előadótól. Balog Anna Ravaszról indult a két műfaj vegyítésével, egyedi műsoraival pedig már szinte az egész országot bejárta. Kezdetekben külön stand-up voltam és külön bűvészkedtem, és mikor a Duma Színháznál lehetőséget kaptunk, hogy egy női stand-up csapattal fellépjünk, akkor elkezdtem bűvésztrükköket vinni a stand-up produkciókba, és annyira jól fogadta a közönség, hogy végül ötvöztem a kettőt, és mostanában már mindig olyan műsorokat viszek színpadra, ahol humoros bűvésztrükkök vannak, interaktívak és teli-tele stand-up sztorival. A fiatal művész saját trükkökkel is dolgozik, de emellé időnként a legnagyobbaktól nyeri az inspirációt. Mindig olyan trükköket keresek, amik interaktívak és humorosak. Inspirálnak nagy bűvészek is, például David Copperfield. Most mondhatok egy egészen egyszerű példát, van neki egy poszteres trükkje, ami nekem nagyon tetszett, mert mindig leszed a poszterről, a női asszisztense van a poszteren, és leszed róla különböző tárgyakat. Végül a női asszisztens ruháját is megkísérli a poszterről leszedni, és gondoltam, ez egy nagyon mókás trükk. Úgyhogy én saját magam szerveztem egy fotózást, hasonlóan más tárgyakkal készítettem ilyen posztert, és én vagyok a képen, tehát ezt a trükköt valamelyest átdolgoztam egy személyre, és saját magamra. Anna egy új műsorral készül, amely elsősorban a felnőtt nézőket célozza meg, ezt október 18-án lehet majd megnézni Győrben. Szembe akarok menni azzal a sztereotípiával, hogy a bűvészet az gyerek műfaj. Ezért készítettem kizárólag felnőtteknek szóló trükköket. Azért felnőtteknek szólnak, mert gyakran ők jobban értik, például akár a francia kártyát sem ismerik még a kicsik, illetve vannak benne pikáns megjegyzések, pajzán gondolatok, úgyhogy 18 pluszosként hirdetjük a műsort. Májusban volt Pesten a premierje, és nagy öröm, hogy a szülővárosomba Győrbe elhozhattam. Természetesen Anna, ha már a stúdióban járt, nekünk is mutatott egy kis varázslatot. Ezek alapján nem csoda, hogy stábunk is leesett állal figyelte a produkciót.